Az olaszországi Sorával több mint másfél évtizedes kapcsolata van a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos gimnáziumnak. A legutóbb közel 30 diák és kísérő tanár látogatta meg a közép-itáliai várost. A kétoldalú uniós oktatási programról és a kirándulásokról számoltak be legutóbb a gimnázium diákjai. Persze rengeteg helyet meglátogattunk, tehát Olaszországnak persze hatalmas ország, de egy kis részét ugyan, de azt hiszem az egyik legszebb részét sikerült megtekintenünk. És ilyenkor az ember belegondol abba, hogy magától talán nem is lenne rá lehetőség. Szóval ez egy nagyon nagy lehetőség volt számunkra. Az olasz és magyar diákok két éves programjában egymás turisztikai nevezetességeinek megismertetése szerepel. Közös honlapot készítettek és forgattak egy filmet, amelyben saját városok hírességeit, programjait mutatják be. Sátoraljaújhely nevezetességeit láthatjuk, a környék fesztiváljait, a Zemplén Fesztiválról találhatunk benne felvételeket, filmfelvételeket, és a gyerekek alámondják, mi látható ezen. Angolul is, magyar felirattal, és készül egy olasz felirattal is. Tehát ez egy három nyelvű DVD lesz, olasz, magyar és angol DVD. Ezen kívül karácsonyi süteményeket sütöttek, a szülők bevállalták, és a gyerekek alámondták, hogyan készül ez a karácsonyi sütemény, húsvéti tojásfestés és édestúró készítés. Tehát minden évszakra jellemző gasztronómiai élmény is található a filmben. A találkozó egyben Comenius nyílt nap is volt. A két iskola, a Sátoraljaújhelyi és a Sorai tanárok, diákok mellett más intézményeket is meghívtak. Hallgassák meg, ismerjék meg a gimnázium közel két évtizedes nemzetközi oktatási programjainak sikerét. Európai országok közül Észtországban és Spanyolországban nem jártam projekttel, a többi országban mindegyikben jártam, és ez egy hatalmas lehetőség, de természetesen nem egyedül. Elvittem a diákjainkat, összesen 200 diák utazott, hát ez is durva, durván számolva, de lehet, hogy több, és több mint 50 tanár. Tehát a tantestület fele biztosan részt vett ezekben a projektekben. A nemzetközi oktatási programok most Erasmus Plus néven pályázhatók. Az újhelyi gimnázium 9 uniós országgal együtt egy nagyszabású 3 éves pályázatra kért támogatást. Céljuk, hogy a 21. század kihívásaira felkészítsék a programban résztvevő diákokat. A program gazdája a Sorai iskola lesz. Az oktatás minden kockázatviselőjét megszólítjuk ezzel a programmal. Tanulót, pedagógust, szülőt. Szeretnék minden diákot, aki szerepel ebben a pályázatban felkészíteni a 21. század kihívásaira, új módszereket adni tanulásra, információgyűjtésre, álláskeresésre. A sikeres nemzetközi programok előnye, hogy a résztvevő diákok utazási költségeit a pályázat fedezi, a szállás pedig a fogadó iskola tanulóinál szervezik meg, így volt ez legutóbb Sorában is.